Bővülhet a duális képzés a Nyíregyházi Egyetemen. Jelenleg 48 céggel van kapcsolatban az intézmény, ahol nagyobb gyakorlati óraszámban sajátíthatják el a szakmát a hallgatók. A hagyományos képzésekhez képest a duálisban jóval több időt tölthetnek el a szakmai kompetenciák gyakorlásával, és közvetlenül kapcsolatba kerülnek a hallgatók a munkaadókkal is. 2015-ben két partnervállalattal indult el a duális képzés a Nyíregyházi Egyetemen, azóta 48 céggel vannak kapcsolatban. A duális képzés lényege, hogy az elméleti oktatással párhuzamosan kikerülnek a hallgatók a cégekhez, vállalatokhoz, ahol közvetlenül gyakorlati és munkatapasztalatot is szerezhetnek. A duális képzést a mérnöki, agrármérnöki, informatikai és pénzügyi szakokon vezették be, de folyamatosan bővülnek a duálisban a képzési területek. Egy tanévben 22 hetet töltenek a hallgatók a szerződött gyakorlati helyen. Sokkal bővebb gyakorlati kompetenciákkal bírnak tanulmányaik végére, mint a hagyományos képzésben. Sőt, nem ritka az sem, hogy a cégeknél tovább foglalkoztatják is őket. A képzési kínálat mellett a duális képzésbe bekapcsolódó hallgatók számát is bővíteni szeretnék a következő tanévekben. A duális képzés fejlesztését az egyetemen egy uniós pályázat is segíti. A stúdióban a vendégem Vargáné Bosnyák Ildikó. Jó estét kívánok! A duális képzésért önfelelős a Nyíregyházi Egyetemen, és abban a pályázatban is van szerepe, amiről ebben a rövidke kis felvezető anyagban szóltunk. Tehát a duális képzés fejlesztését, kiterjesztését egy Európai Uniós pályázat is segíti. Hogyan? A Nyíregyházi Egyetemen 2015-ben indult el a duális képzés, akkor még egy szakon, gépészmérnöki szakon a műszaki területen. Azóta tovább dolgozunk és nem álltunk meg, további területekre szeretnénk duális képzést indítani. A tavalyi évben már 4 szakon, jövőre pedig még plusz 2 szakon van lehetőség duális képzési formában indítani a képzéseket. Műszaki területen, agrárképzési területen, informatikán és gazdaságtudományi területen. A jelenleg futó pályázathoz szorosan kapcsolódik 2 szak, tehát az informatika és az agrár szakoknak a fejlesztés és kidolgozása. Mi minden kapcsolódik még ez a pályázathoz, hiszen elég sok mindennek meg kell felelnie. Egyrészt az egyetemnek, hogyha a duális képzést már 2015-ben bevezette, akkor ott ugye voltak kritériumok, másrészt pedig a képző helyeknek, tehát azoknak a cégeknek is, ahol lehet duális képzésben tanulni. Valóban így van, ez a pályázat minden szegmensét érint a duális képzésnek, ahol azt jelenti, hogy mind a 3 szereplő tanul, és muszáj, hogy fejlődjön. Egyrésztről a partnerszervezetek részéről is van egy fejlődési lehetőség. Az idén nagyon sok partnerszervezettel sikerült együttműködési megállapodást kötnünk, ahogy elhangzott, 48 céggel van jelenleg kapcsolata a Nyíregyházi Egyetemnek. Fejlődik ebben a pályázatban a hallgató, hiszen olyan feladatok vannak ebben a pályázatban megfogalmazva, amely segíti a hallgatóknak a bennmaradását, amely csökkenti a lemorzsolódást, ahol segítünk elsajátítani azokat a kompetenciákat az elméleti képzés keretében, amelyeket majd a partnerszervezetnél tudnak hasznosítani, és hát fejlődik maga az egyetem is, hiszen egy híd szerepét töltjük be a hallgató és a partnerszervezet között, tehát mi vagyunk azok, akiknek meg kell tanulni mind a 2 oldalt. Fel kell térképezni az igényt a partnerszervezetek részéről, és meg kell nézni a hallgatóinkat, milyen kompetenciákkal rendelkeznek, és melyek azok, amelyeket még fejleszteni kell. Azt gondolom, hogy ebből az egyetemünknek van nagyon-nagyon komoly feladata, hiszen ahhoz, hogy be tudjuk tölteni ezt a közvetítő szerepet, napra készek kell lennünk mind a 2 oldal vonatkozásában. Hogyan épül föl a duális képzés a rendszere? Mert ugye amit mi kifelé mondunk, az az, hogy gyakorlatorientáltabb a képzés, és hogy olyan gyakorlati kompetenciákat szereznek meg a hallgatók a cégeknél, ami később a tényleges munkavégzéshez is szükséges. A duális képzésnek a rendszere 2012-ben került kidolgozásra Magyarországon, akkor még kecskeméti modellnek hívtuk. A kecskeméti modell adja meg a duális képzésnek azt a fajta alapját, amely kimondja, hogy az elméleti képzés minden esetben egy vállalati gyakorlati szakasz követi. Ez napra készen azt jelenti, hogy 13 hetet a hallgatók bent töltenek az egyetem falai között, megtanulják ugyanazokat a tantárgyakat, mint a többiek, akik nem duális képzésben vesznek részt, majd ezt követően kerül sor egy 12 hetes vállalati szakaszra, majd újabb 13 hét elméleti szakasz, és akkor már nyáron járunk, ahol újra 12 hetet kint vannak a hallgatók a partnerszervezetnél. A 12 hónap teljes idejére a hallgatók díjazásban részesülnek,
és egy hónap, amely a szabadsággal telik. A kecskeméti modell alakította ki ezt a fajta időbeosztást. Ez az időbeosztás az elmúlt egy-két évben azt gondolom nagyon rugalmasan változott a partner szervezetek igényeinek megfelelően, hiszen számosan sok cég megfogalmazta nekünk, hogy ők örülnének, hogyha többet lennének kint a hallgatók, ami azt jelenti, hogy ma már van olyan gyakorlat Magyarországon, ahol egy héten három napot a hallgató az egyetem falai között van kint, kettőt pedig általában a csütörtök pénteket már kint van a cégnél. Na hát akkor ez nagyon jól felépített rendszer, és akkor alkalmazkodik mindenfél igényéhez. Amiközben az eszembe jutott az, hogy ugye itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében most elég nagy szakemberhiány van bizonyos területeken, és a bérnökökből, informatikusokból nagyon kevés van. Valahogy azt sugallja az, hogy egyre több cég lép be ebbe a duális képzésbe, hogy kvázi a cégek úgy gondolkodnak, hogy ők majd a jövő dolgozóit, foglalkoztatottjait ezekből a hallgatókból ki is tudják esetleg választani, válogatni. Működik-e ez? Ez a cégeknek nem titkolt célja, hiszen ők 3,5 évet követően kész, napra kész, számukra elkészített munkavállalót kapnak, aki megismerkedett a munkakörnyezettel, aki elfogadta azt a munkakultúrát, amelyben ők dolgoznak, és pontosan enyhíteni tudják ezzel a rugalmas rendszerrel azt az átmeneti szakember hiányt, hogy azért, ha minden héten egy-két napot ott van, az a hallgató be tud segíteni az aktuális feladatokba is. Esetleg ott is marad a cégnél a hallgató? Tehát, hogy van egy ilyen tovább foglalkoztatás is? Most lesz az első év folyama, akit elbocsátunk, tehát aki végezni fog. Az elsődleges felmérések alapján igen, tehát a bent lévő hallgatók többsége bennmarad a cégnél. A cég is nagyon örül neki, és a hallgató is természetesen. Igen, ez fontos abból a szempontból is, hogy ugye azt szeretnénk itt a megyében megakadályozni, hogy elvándoroljon a szakképzett és diplomás munkaerő, tehát ez a duális képzés talán ezt is tudja segíteni, ezt a tényt, hogy akkor itt marad helyben a szakképzett munkaerő. Hogyan fejlődhet tovább a duális képzés a Nyíregyházi Egyetemen? Ugye ma már megtörtént a jövő évi felvételiről a tájékoztató, és december 6-án pedig lesz egy nyílt nap is a Nyíregyházi Egyetemen. A nyílt napon is nagyon nagy hangsúlyt kap a duális képzés. A fejlődési lehetőségeink ezeken a képzési területeken új szakokhoz a duális képzésnek a beindítása, úgy mint például a turizmus vendéglátás, ahol egyértelműen megfogalmazódott az igény. Ezen kívül, ahol lehetőségünk van fejlődni, ez a természettudományos szakokhoz kapcsolódó duális képzéseknek a kidolgozása, ami azt gondolom, hogy még azért a jövő zenéje, egy-két évig azt gondolom, hogy ezt a 6 szakot, hogyha gondozzuk, és jól megtartjuk, akkor ez elég. Összességében most mennyi hallgató van benne ebben a formában? Jelenleg közel 50 hallgató van bent már a rendszerben. Ez azt jelenti, hogy a 4 működő szakon összesen első, második, illetve a harmadik évfolyamon közel 50 hallgató tanul a duális rendszerben. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm.